Bullseye. Sziasztok, ez itt újra a Sims 3 Luxus Élet sorozatunk, és mielőtt elkezdeném, kis bocsánatkéréssel tartozom felétek, hiszen ha jól figyeltétek, akkor olyan egy hónapja, másik hónapja nem volt fönn Sims videó, ezért tényleg elnézést kérek mindenkitől, nem nagyon volt idő igazából a Sims-et felvenni, meg őszintén egy kedvem sem nagyon volt, nem tudom mitől egyébként, de mindegy, lényeg az, hogy most már van Sims, úgyhogy valószínűleg újra be fog indulni a gyártás, mint a legelején, tehát nem azt mondom, hogy fel fogok ma venni 5 részt, de azért most lesz egy jó ideig Sims, nem tudom pontosan mennyi időre, lehet, hogy egy hét, lehet, hogy két hét, lehet, hogy két hónap. Úgyhogy reméljük, hogy senki nem haragszik meg, ugye írtatok már páran kommentben, hogy hol van a Sims, stb. Úgyhogy most már elkezdtem magamat szorul érezni, ezért muszáj volt, hogy muszáj lesz egy pár részt felvenni most. Szóval kezdjük is, akkor ott hagytuk abban, hogy összeházasodott a Stevie meg a most már ugye Lisa Jackson, és mama pedig mama. A fater meg még mindig fater. Na most, mondom a tervet. Igazából, még egy kezdhetjük a játékot. Igazából én arra gondoltam, hogy el kéne költöztetni a szülőket. Tehát ez most, jó hallottátok, valószínűleg el fognak költözni a picsába, mert én ezt nem bírom már nézni, ezt a mamát, tehát egyszerűen... Vazzup. Tehát... Töröd fel a tócsát és hajlítsa a dugulást. Szó. Semmi értelme igazából így, hogy öten, mert nekem annyira nem látom sok értelmét. Megszületik a kisbaba, majd nem megszületik, hanem felnő. És valószínűleg utána ki fogom költöztetni a mamát és a férjét. Igazából nem tudom, hogy hogy jutottam erre az eltaláltásra, de szerintem egy jó döntés lesz. Aztán, hogyha nem lesz, az akkor írjátok meg, ebbe a részben még nem fog ez bekövetkezni, tehát az biztos. Váljon nagyszülővé. Na hát igen. Ez kb. Még úgy sok idő, hogy ezt ki is x-eljük. Most akkor igazából papa, szóval a baba, nem tudom mióta lesz, aha, egy nap az életszakaszváltásig, tehát akkor még egy napot kéne valahogy áthúzni, átvészelni, addig, amíg megdöglik az igen. Ez pumpál! Elfáradt. Szóval... Alszik. Jó. Így persze a kisbaba mellett, hiszen... Ha felsír, akkor azért... Ja. Na, egyenlőtt összes látom maradékát, ez bőven jó. Mi is oldjuk. Ezen mester jártosság továbbfejlesztése, írás jártosság szerzése. Nem tud írni, ez az analfabéta gyökér. Váljon valaki jó barátja, az ilyeneket utálom. Áthívni valakit. Hát öcsi, mert nem tud írni ez a valfasz, hol lehet írást? Telefon elindítása. Ember? Ezt! Kapcsolod ki. Ögy. És ez a gitár, ez a what the fuckot keres itt. Na please. Ez gyorsan tedd ide. Biztos nem tettem a ház közepére egy gitárt. Elszabadult a pokol, vagy nem tudom. Írás órákat venni, azt a büdös. Fúha. Sim hívása. Hogy lehet, ja, majd el kell menni a városba, ezt akkor lehet majd írás órákat venni. Öcsém. El is kell takarítani, te. Egy. Ó, mosogassa mindent, hát az a kérdés. Ki, mert megint ki az Isten üvöltözik? Persze gondoltam, hogy ez a gyökér, ne egyébként valamit. Apró sütemények elkészítése, jó. És ti mit csináltok? Jó, hát... Most is, úgyis itt fönn vagy, aztán, hogy megkajálsz, akkor majd ezeket tedd el a picsába, mert ezek zavarnak, mert minden szét van szedve. Kis autó. Egy kislánynak. Na mindegy. Beszélgetés Molly színmel, megrendezni Lucy szülinapi buliát. Elérni a főzéstudomány 6. szintjét, szerelmesen átölelni Mollyt, egyepetje, Jézusom. Kicsit öregek vagytok már ez. Na. Oké. Aludjon, amíg teljesen ki nem pihenni magát. Jó lesz ez így is.
Hát a Liza meg itt alszik mellette persze. Most itt befeküdt ide ez vele. Szerelmem. A szerelmes szín meg bolondként. Istenem. Na mindegy, bolondként én felegnek, vagy reddesnek a világban, melyről szinte tudomást sem vesznek a kedvestől. Mi? Ezt nem pont értem. Hát jó. Valaki érti, akkor írja meg nekem. Ja, az itt alszik mellette. Ma már még alszik, jó van. Masszázs. Állástalan rendfenntartás pályán hevezője. Sajtos steak elfogyasztása. A földéstromanyjártásnak a fejlesztése. Jézusom. Ez meg zavar. Rombott hotdog. Tosítom, mindjárt jó minőségre. Én egészített. Ja, hogy most nem... Jézusom. Mikor van? Mikor lett ez készítve most tök őszintén? Új recipit tanulni, azt már hagyjuk. Esetleg, jó, hát ezt most hagyj, hát nem tanulni. Takarítsd el, takarítsd el, takarítsd el. Egy azért is egyébként azért akarom kiköltöztetni ezeket, mert nekem így sok, hogy öt emberre kell egyszerre, ugye majd öt emberre kell figyelnem, bőven elég a három. Eddig úgyis csak kettő volt, aztán lett ugye három, aztán lett négy, aztán most öt. Tehát azért ez sokkal kettőről indultunk, hogy most leszünk majd öten. Konkrétan szerintem a rész végére ez meg is fog valósulni, hiszen kisbaba felnő, oszt, ja, családfa, kemény. Mindenki gazdag. Ki az a Sandy? Féltestvére, kinek? Ennek a vörös gyökérek már egyszer volt egy gyereke, hűha. Jó van. Na, azon is gondolkodtam, hogy mivel ugye felnő a kisgyerek, akkor ugye ezt az ágyat még kicsit arra tesszük, mert ez biztos, nem ezen gondolkodtam, hanem azon, hogy ugye akkor ezeknek is kéne majd egy kisgyerek, a Stevie-nek meg a Lizának. Ami azt jelenti, hogy akkor már hatal lennénk, és ez így meg mindig nagyon sok, tehát akkor már túl sok lenne. Úgyhogy, egyébként én is nem gyorsítom fel az időt, azt nem tudom. Tehát már túl lehetnék ezen az éjszakán. Na mindegy. Stoppoljunk le, ez sír, mi? Gondoltam. És ez alszik még, hát akkor jó van, akkor ugye. Mi van te? Most a kis babát nem akarod, te hülye gyerek, te. Nézze. Ugye itt van Brian Sünnepben, hamarosan eljön Brian Sünnepben, vehetnél neki egy tortát és rendezhetnének neki egy bulit. Mert tedd már bele, hülye van, hát... Soha. Hát, bár egy hurcolja a kisbabát, de az hülye. Találkozni ismeretlennel. Megölelgetni Lucy Simet. Na, akkor elelget meg a Lucy Simet. Sisim. Sisim. Na mindegy. Cseréljen penge, játszom, vett és tartsa. Na, tartsa. Utána meg tartsa. Na. Nem úgy hülye. Mindegy. Lucy, nagy. Bújjon oda. És akkor... Jaj, basszus, véletlenül kinyomtam. Na mindegy. Úgyse ér sokat, nem tudom mennyit. Te felkelsz még ma öcsém? Vagy még egy egész éjszaka itt aludni akarsz, hogy ma fény 80. Na mindegy. Írás, órákat venni, új hobbi magasárás a 100, ez mennyi ez? 750, az viszont sok. Úgyhogy akkor ezt elfogadjuk. És akkor fogod magad. Ugye legalább 1000 dollár értékben, az azt jelenti, hogy azért nem lesz elég egy ilyen, azért egy ilyen vajú. Azt mondja, hogy... 950, vegyük akkor anyukárat vegyük meg, vagy nem. 1600, nem. Mi nem kell, de mégis jó. Most dókagylók. 500. Egy... Ha, megvan, mit fog venni. Ez jó lesz. Ez se fér, bazd meg. Hűha! Mindjárt fölröpül az egész háza együtt. Nem azt hagyjuk. Mit akarunk venni most, akkor nézzük csak meg. Ez fasza. Ide az üzé szoba közepire. 50 ezer, te jó Isten, meg 75 ezer, jó van. 4800-ért egy ilyet veszünk, és akkor ez most így szép lesz itt. Így. És akkor így ennyi. Na. Látunk tovább. Ja. Baba? Higiénia? Akkor fater, hol a geciba vagy?
Te most nem csinálsz semmit, ahelyett, hogy a lányod megcsinálni, pelengált te majom meg a lányod. Majom. Nem tartsa, ó, bazd meg. Cserélj pelengát, nehogy tart, nehogy! Cserélj ki a pelengába, de mert a szegény baba sír. Steve munkahelyről, akkor Steve megy dolgozni. Akkor gyorsan, most kikelsz a kibaszott ágyba, azt az avász, amit már olyan éhes vagy, hogy egyen ilyet reggeli gofrina. Takarodják ki az ágyból hét alvó, ma már 8:20 van, azt mondtad, hogy 8-ra vagy fölkelsz. Értve nem azt mondtad, hanem... Na érted. Lekapcsoltad. Homer, mit csinálsz? Undorítón néz ki, ezért akarom eltakarodt én a picsába. Na. Jó, most akkor fogod magad és megeteted cumis üvegből. Mi is, hogy nincs elja? Jó. Etess a cumis üvegből, mert baszott éhes a kisbaba. De meg egyen gyorsabban, mert mindjárt jön a kocsi. Amikor úgyse fogsz végezni, tehát na mindegy. Megeszed ezt, utána mész dolgozni, itt fog várni is a kocsi egy óráig, szóval. Hát meg fut mindig, ez is ilyen hülye. Megy hajni. Ez is terhes, jó van akkor. Na mindegy. Fülődj meg. Gaj, balkácsa, megjött a kocsi. De zabáljál már, bazdmeg, na mindegy, folytasd a sütést. Ja. Jézusom, annyian vagyunk ebben a házban, ez hülye. Tedd belád. Viccelsz. Ennek ez a gyökér meg ma fog izé. Életszakaszt váltani, ilyen nem, két nap. Nem még 15 nap, ennek meg még mindig egy nap, de hát akkor hogy az Istenbe? 16... 73 napos, ez már öregkor, az remélem addig egyszer már megmurdal. Hogy tök minden, mert addig mire én már neki fogom költöztetni, nem fogom megnézni, meghal egy címem. Szia, hello. Akkor nem kajáltál meg. Hát ez van, akkor majd eszem, hogy délbe. Figyeljük, én nem kelti fel előbb. Na. Nagyon-nagyon barkácsol, meg nagyon-nagyon nem csinál semmit. Úgyhogy, de a szolgálat sem csinálja. Szóval, ez hulladék, ez hulladék, ez hulladék. Aztán fizesse be a számlákat. Aztán... Szerintem lassan át fogom ruházgatni, amikor a... Szóval amikor majd nem nagypapa lesz, de amikor felnőtt lesz a Brian, akkor valószínű, hogy én átruházom a Stevie rajogokat. És akkor így az övé lesz igazából az egész mindenség, az egész örökség. Jó, hát ezt hagyjuk. Úgyhogy... Akkor ez így mindenképpen jobb lesz. Na most akkor, amíg te itten, nem tudom mit csinálsz, addig te beágyazol. Aztán ez nem tudom mi a faszom, mindig bekapcsol, de most kikapcsoljuk. Ez nagyon-nagyon barkácsol itten balra tőlem. Mama az elébe lehetne majd nyugdíjba, mert is nem játszana mindig ennek baszottul csiribá. A főmagos ez a játék, jó, akkor hagyjuk. Nézzem, változtassam meg a megjelenés, gyakori az extrém beszédet, mi a faszomért? Hogy beszél extrémül, vagy nem tudom. Harapjon valamit. Mikrozott étel, na. Egyé. Mikrozott ételt, hülye. Ja, még mindig dolgozik ez a majom. Nem tudom, mit dolgozik, de nagyon dolgozik. Aha, jó. Na most akkor mit akartad te csinálni? Izét. Írás, órákat, mi ez? Nektrológia, de nem. Mi van? Mauzolomi alkalmazott. Nektrológia. Hát jó. Péntek van, akkor nem kell dolgoznod, hülye? Ja, hogy ma éjszakás. Na. Addig megy és vesz írás órákat, ha bár fingom nincs, hol lehet, gondolom, ami toll vagy valami hasonló. De le lehet-e írás órákat venni. Olcsó könyvek. Hát, valaki látja, szóljon. Baksi. Rendőr őrs. Nem olyan sérte Jackson, nem tudom honnan szajtottak, de mindent. Akkor ezt a balfot bezárták, vagy mi az Isten? Hát egy olyan van. Most ez mi?
Ez de hülye gyökér! És ez a mi lesz ilyenkor? Azt az igen. Elütni az időt, edzen. Domino! Olyan nincs, hogy tegyen dugót a ságjukába? Hát ezt nem hiszem el. Edzen. Menjen börtönbe, ez az... Kifele menet átveheted az ingóságaidat, nem szeretnénk, ha megpróbálnál meglógni, még nálad van a kavalkád minden illatú habfürdő. Fú, micsoda bűncsek, mi ellapott egy habfürdőt. Lóg a munkával, bazd meg, elkapták! Kurva anyád. Ez hülye, komolyan mondom. Mit vagy ekkora szerencsét nem gyökér? Ne menjen, olyan nincs, hogy ne menjen börtönbe? Mindenképpen le kell tölteni ezt a 3 percet? Na mindegy. Örülnék, ha mindenkit ilyen... Érte nem örülnék, de na mindegy. Azt mondja, akkor te most... De most ez még mindig éjes, hát a szegény gyereket meghal. Hát... Agyon basszas állt magát, na mindegy. Mindig nem tudom, hol lehet írásokat, mint meg ne kiabálj, mert ne szakítsuk a félbe, amit mondok, köszi. Mennyi fülegyél meg, te nagyon. Itt fönn, mert... Mert ugye lent barkácsol a csaj. Amit igazából nem tudom, hogy... hogy szedett össze, de na mindegy. Ez a mama meg elköltözhetnénél a picsába, na várjunk csak. Most azt mondom, hogy költözés. Jaj, mora, hát nehogy elköltözzé. Még ne. Főzés tudomány. Masszázs. Á, elmegy, elküldöm masszázs, úgyis nyugdíjas, nem? Vagy nem? Na azért mondom. Hurrá. Na, mi kell neki? Masszázs, az. Hol van az a csobb faszom? Ez is jó, itt a csobb, nem. Melyik a csobbfürdő az? Le a Petivel. Le Petit. Petit. Vagy mi a faszom? Petit. Itt a csobb, he. Masszázs, na. Azt a kurva élet. Masszázs, jó. Shiatsu, mély szövetes, ellazító svéd masszázs. Ez a legdrágább, nem, ez a legdrágább, ide megyünk. Na. Ide csavarozni egy kütyüt, kihúzott ott egy, micsoda? Kihúzni ott egy videót, a valakács egy biztos sikerrecept nélkül vége, jó, hagyjuk. Azt mondja... Elkapcsolom a lámpát, mert nem látok semmit. Na, szóval értitek. Nincsen értő interakciót, azért akkor takarodj oda. Na. Annyian vannak baszki, hogy Jézus, azt tudom mit csinálnak. Hát ez gyorsan, meg ezért... Gyorsan... véget kell ennek vetni. Szóval a következő részben valószínű, hogy költözzel lesz. Na. Nem mondom, hogy enni valamit, nem, inkább alkatyosz, hogy a lány. És akkor most remélem, hogy megkapod a masszázsadat, ezt a békélet már ezzel nem mint hogy basztattál volna, na mindegy. Kisbaba az egész csak alszik meg szarik. Ez a jó ilyenkor. Meg egyem az alját. Kisbaba meg sem mozdul. Jó kisbaba. Na mindegy. A kávé sokat segít az ehhez hasonló hideg virtuális reggelekhez, bármilyen fürkés szemekkel figyeli azokat, akik elhaladnak mellette és partnere mellett, csak arra várva, hogy valaki elhet adja, azonban Santigál a bűnöző, odakint van. Ja, odakint van. A fia van odakint a börtönben. Mindegy. Te csak játszol nyugodtan. Neked nem kell dolgozni? Ja nem, munkahelyeküli. Pár mindenki munkahelyeküli, azért mondom, hát ez bőven jó így, nem? Viszont akkor van egy ilyen ötletem. Az előbb láttam egy ilyet itt, hogy üzletelsi ajánlat. Úgyhogy akkor ezt gyorsan akkor még át nem ruházzuk a cuccat. Aha. Aha. Elkezdünk ingatlanokat vásárolni szerintem. Szerintem.
Úgyis van pénz. Kíváncsiak ebből mi sül ki. Jövőre ennyi elég lesz. Te meg mindig meg akarsz dögleni, na mindegy. Nézzük, hogy akkor ebben mi sül ki. Ja, hát ez így megy, figyeld, ez pff, jó van. Picit sokáig fog tartani. Adj. Jaj, ne. Lefosott a baba. Mama! Bafosott! Hol a baba? Itt a baba. Mama! Cserélj pelenkát, bazd meg, mert sír a kisbaba. Na, csináld már, bazd meg. Ember, állj már meg azzal a babával. Köszi. Na, megy tovább a kis üzletember. Jó. Ezért jó ez a sok pénz. Minden kis apró részletét meg lehetne mutatni a Simsnek egyébként, hogyha egy kicsit gyakrabban lennének részek. Apropó, fingom nincs, hogy ez a rész mennyi ideje megy. De nem baj. De te meg kijössz még valahol a kibaszott börtönből? És már... egy aranyhely a kifogása. Öt tárgy feljavítása. Ki mi ez? Jézusom! Hát meg izé, baszki, sírásó. Szóval ez az a nekrológíró. Hú, bazdmeg, temetőbe. Ez hülye. Jézusom. Menjünk be karizma órára. Itt az írás óra, he! Ha te he, he! Hoppá! Oda baszok, mint a társaskrumb. Ami Gergő mondaná. Na. Beszélgetni magáról Brian Simmel. Hűha. Földéstudomány. Öt tárgya feljavítása. Áthívnak itt az KX. És akkor... ki hol van, azt sem tudom egyelőre. Ez... cseveg. Cseveg. Mikor mindjárt meg döglik. Étkezzen itt, bazd meg egyedül. Hát már se lehet szerinted. Rintin. Tirintin. Hú, zene van. Te meg izé, fülödjél, már bűrös vagy, ide érzem. Na, táncol, mert mindig mindenki táncol ebbe a retkes házba. Ó, Lajos! Jó. Hát meg futod a bazd meg. Hol hagytad a kocsit, te büdös gyökér? De hogy basz, hogy gyorsan fut egyébként, ezt már rájöttem. Na mindegy. Dolgozik, vacsorázik, fürdik, üzletársai ajánlatokat tesz, ez volt a leghosszabb. Akkor pörgessük az időt. Jó. Na most akkor. Ezt te itt a nefetre akarítod, és megnézzük, hogy kinek mi kell. Ez éhes, mint a picsa. Ez büdös. Akkor...
Mindig minden zene megy be, az meg. Akkor... Zuhanyoz, aztán öndisztítóra csináld át. Aztán... Fejlesztés. 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 Egyébként nem tudom minek a kád egyébként, soha nem egyébként. Amúgy egyébként egyébként. De azt mondom, nem tudom minek a kád, mert soha nem használom, tehát... Meg amúgy milyen fasznak ekkora fürdőszó, amikor összesen van benne 1, 2, 3, 4 dolog plusz 2 szőnyeg, meg egy kuka. Ugye egy lámpa. Mindegy, Jézusom, mamikám, de nagyon furcsán néző ki mostanság. Ezt szeretem normális? Na. Mindig ha, olvas. Vagy olvas dolgozik, jó. Egyébként egész jó... ...ba is van. Huhuha! Elindult baszki a sírásóba hazafelé. Aprósítomények elfogyasztása, szuper. Azt mondja, most akkor hol vagytam olyan? Ott a... Hol? Itt. Nem, ez a taxi. Akkor... Igazából most már még kb. Minden a miénk, szóval... Menjen moziba. Igen. Jaj, de csak ha hova mész, he? Ha várja ma, ha... Nem, gyere haza, hogy... Már baszottul ilyes, hogy csak nem tűnik neked fötevű egyekér, na. Bár meg farrasjuk már ezt a kurva kamerát, na. Így amúgy lényeg az, hogy nem beszélek most rá bacsonyán. Na. Egyen ilyet vadsora. Jó, hogy semmit nem tud enni. Miért nem tud enni semmit? Elfogyott a... Jaj, vagy milyen... Legváros genyér. Na, dázsaság. Mama, hum vagy? Alszol mi? Persze, miért ne? 0530. Kicsába hol van, jó, mindegy lényegtelen. Ez meg írás órákat vesz. Hát ez most fel... Jaj, bassza meg. Játszom vele. Csak gyorsan ne basszus, mert szétvág az ideg. Hogy tipeg? Jézusom, hogy 60 éves ma vannak, van egy két napos kisgyereke. Baba? Baba, ja, baba. Számza. Dima. Az a blad? Hát meg kívó? Opa, kutyú, fúgy a csabos. Balovina. Önéletrajzot írni, bazd meg. Lánya születik. Na, ez meg... izé... gyerek. Ez is gyereket vár. De jó, neki. Jó van, akkor... Hát ez hülye be, az meg. Nem mondom, hogy hazamenne, nem? Elkezd gitálni az utca közepén. Menjél haza. Hol az ilyenek ki tudnak elabrani, tehát meg barkácsolni, nézzek milyen szép van itthon legalább. Na mindegy. Ha ezzel végezte gyerek, akkor izé, mehetsz alukálni. Ideje. Hogy? Hát fotának sárta, nem játszol, de jaj, Isten. Félsz időhoz, talszol, na. Aludjál, picsá. Egyébként fasz a helyen van ez az ágy, tényleg. Itt az nem nagyon lehet kinyitni, kihúzni a fiókot, de nem baj. Nagyon kreatív. Mamale? Alszik. Aludni fog, ez... Majd egyszer aludni fog. Ez meg gyönyörködik magába. Na mindegy. Kicsit meg... ez így megütött egy picit, aludjon. Na jó, mondjuk akkor... Tessék. Van neked munkád? Van. Zsebmetsző, persze. Pénteken dolgozik, úgyhogy... meg szombaton is. Úgyhogy erre azt aludjál majd, hogyha ez a végezti. Szerintem elég lesznek egy... olyan 6-7 óra, mert... igazából nem csinál semmi különöset. Ért van, nem olyan álmos még. Ha most ma az. Nyár is végzi. Oké. Alszik. Lánya születik, hogy...
Alszik, 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 mindenki alszik, jó, ez is alszik, fasza. A baba ágyban. És nulla nap az életszakasz váltásig, ez jó, egyéb. Ne! Álljon meg az a... úgy. Köszi. Na mama, kállj fel gyorsan. Csináld, amit kell. Na, ide is hallanyik, jó van. Azt mondja. Minden összejött, baszki. Figyelj csak, te gyökér. Etesd már meg. Most... hát az hülye. Ne egyél semmit, hallod? Etesd meg. És már nem futsz, mi? Hát a csém, mert mama vagy azért. Jaj. Vedd már fel hát a kurva jelenbe. Ja, kijön a ízi gyalmügy. Mindenki tud békésen aludni, ez meg itt nem ilyen, hogy micsit akar zabálni. Na. Azt, hogyha leteszi, akkor mindjárt be fog fosni. Újjon oda. Jó. És akkor be is fosott. Cserélj pelust. Kicserélj le mindenki ezt a látkés pelenkát. Köszönöm. Ki orka mennyire. Most ha beleteheted a baba ágyba. Köszönöm. Na. Most tehetsz valamit. Szóval annyi minden van benne. Szerintem takarítjuk innen a picsába. Nem lehet, hagyjad Isten, mert lehet, hogy jó van. Na. Egyen ért reggeli palacsinken. Én is mennyi könyv van nála. Tojás és Machiavelli. Gyümölcs torta, több. Mennyiség kettő. Van a gitár. Puffogás! Mi faszokat csinálsz? Kialudtad magad? Jó, helyes. Na. Akkor, nekem most enned kéne valamit, ugye? Ugye? Takarítsd a pics. Te kiabálsz, te hülye? Ne kiabálj. Fök el a férjed. Egy gofrit. Na. Meg ide halljuk, jó van. Azt mondja. Terességről szóló könyvet olvasni, de ezt nem fogsz, most nem mondom neked. Jó. Na, mama tanul főzni, figyelj. Jó van. Meg alszik, el is alszik, de ugyanúgy alszanak, figyelj. Fajnt, na. Nagyon zavar. Jó van. Ha ez a kisbaba megszületik, tehát hogy a felnő, ami valószínűleg ma lesz, de már a következő részt tartom, hogy szeretsz, most én befejezem itt ilyen baszat hirtelen. Nem tudom, ez a rész mennyi idő lett, hogy azt mondtam, hogy ilyen fél órákat fogok felvenni, és szerintem nem lett annyi, de most itt alkalmasnak, na ugye erre beszéljek. Ma nekivág a nagy kaland az élet, a nagybetűs élet következő szakaszának, vehetnél neki egy tortát és rendezhetetek egy bulit. A következő részben valószínűleg egy kettő darab... aha. Szóval kettő darab... buli is lesz, illetve hát egy, de kettőnek. Na, lényeg az, hogy egyébként most jöttem rá, hogy mind a kettő, az apja és a fia is, közöttük van 13 egész nap. Úgyhogy az apuka kicsit korán kezdte. Na mindegy. Felkelt. Jó. És akkor reagáljon a... Fall you, jó van. Akkor ne reagáljon.
Gyümölcska hely reggelire, hogy be tudja tőle fosni. Te nem olvasolt a segítelenségről szól, mert nem is beszél. Most nem beszélget senkivel, önéletrajzot akar írni, figyelj, ez hülye. Na mindegy. Azt igazából nem is hogy lehet, de írni azt túl, ez már biztos. Jártasságnapló. Igen. Jó. Hát akkor én most itt érzem az alkalmas időpontot arra, hogy befejezem ezt a részt. A következő részben nem fogjuk folytatni, a 22-kel. Sziasztok!